6 perc van még az első félidőből, nem csak gól, de valamire való helyzetek nélkül is. Mahaden tisztázott, és fölényben most a középpályán a jordán válogatott. Jaber indul meg, két ember egyel szemben, abszolút zicser gól! Silvaje! A 40. percben a jordán válogatott megszerzi a vezetést. Silvaje a gólszerző. Egy szervezettség nélküli középpálya, majd látjuk, örülhet a trónörökös. A mi sportminiszterünk kevésbé, aminek a vége 2-1 ellen hozzák el a labdát, kigurigázzák, és Silvaje nagyon szép gólt lő, sajnos. Egyed órán belül. Szép fejes, és meg is van az egyenlítő gól szerencsére. Mátyus. Megszédül az ütközésnél, de az utolsó negyed óra kezdetén egy szöglet utáni fejesből, amiért nagyon meg kellett küzdeni, mint látható, egyenlít a magyar válogatott. A leglényegesebb, most szólnak a mieink, hogy lehet, hogy kényszerű csere lesz majd, vigyázzunk, Lisztes teszi be a labdát, és itt van összefejel Mátyus a védővel, Szemrinnel, de szerencsére gól közben.